A régi templomóra. Az idén 110 éve Szent István templom templomórája évek óta nem mozdul. Néhány hónapja az elhatározás, hogy a templomórája ismét működjön, valósággá vált. A tervezés és a munkálatok után, augusztus közepén, az új templomóra Dunaharasztira érkezett. Az új, működő templomóra terve évekkel ezelőtt merült fel, azóta hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az új óra a tervezésből eljuthasson a megvalósulásig. 8-10 évvel ezelőtt megkeresett úriember Kapui Gyula, aki toronyórákat készít, hogy gyártanék-e neki alkatrészeket. Ekkor megismerkedtünk, gyártottam neki alkatrészeket, és ez indított el abban, hogy majd egyszer talán jó lenne a haraszti órát is felújítani, újra megépíteni. Az óraépítés évek óta napirenden volt. Gál Sándor a Városi Újságban tavaly megjelent Toronyóra lánc nélkül című írása pedig újra életre hívta az összefogás lehetőségét az új óra elkészüléséhez. Milyen érzésekkel tölt ez most téged, hogy látod, valójában megvalósult ez a talán kicsit tudatalat, amit szerettél volna abban a cikkben leírni? Hát nagyon jó érzés, de igazából nem azért valósult meg, mert én leírtam, vagy én szerettem volna elérni, mert ez napirenden volt már 10 évvel ezelőtt, mikor a templomot felújították meg már előtte is, még Lajtos atya idejében, csak hát az egyháznak soha nem volt pénze, és beszélgettünk mi már erről Kar Józseffel is, és másokkal is, hogy meg kellene csinálni ezt, vagy fel kéne újítani az órát. Eddig még nem került rá sor, és ez talán csak egy ilyen kis figyelmeztetés volt jókor, jó időben. Én úgy fogalmaztam most legutóbb a Krisztus figyelmében, hogy semmiféle ilyen elindítója nem voltam én ennek a programnak, hanem tényleg csak egy ilyen kis figyelmeztetés volt. Egy csomó a zsebkendő sarkán, én annak tartom ezt az írást. Tehát ez sokak fejében megfordult ez a gondolat. Most éppen az összefogás, lehet, hogy ez csak egy figyelmeztetés volt. Kar József évek óta ismeri már az órakészítőmestert, és már többször beszélgettek róla, csak valahogy elsikkadt a gondolat. A cikk Párizsról szól, egy párizsi templomnak a toronyórájának a felújításáról. Mi nem a cikkben leírt módozatot követtük le a mi óránk felújításánál, de a cikk végén szerepelt, hogy jó lenne, ha egyszer a dunaharaszti toronyóra is megújulna. És akkor tavaly decemberben elkezdődött egy szervezkedés. Megbeszéltem Gyulával, hogy ezt meg szeretnénk újítani, ezt az órát. Megbeszéltem közeli munkatársaimmal, ki kell mondjam, a lokálpatriótákkal, mert gyakorlatilag ők finanszírozzák az egésznek a műszaki vezetését a Kapui Gyula, illetve jó magam végeztem. És miután egyeztettem Lángadás atyával, Gyula készített látványterveket, és ezekből a látványtervekből választottuk ki közösen ezt a verziót, ami elkészült. A templom toronyban a hajnali órákban kezdődtek a munkálatok. Az előkészületek után a régi számlapok kikerültek a helyükről. A toronyóramester Kapui Gyula a munkálatok minden fázisát gondosan felügyeli. A helyszínen is ő alakítja ki az új óra helyét, az óra végső beállításait is ő végzi majd. Nekem Kapui Gyula az nagyon régi munkatársam, hiszen ő a Taksonyi Egyház községnek a képviselőtestnek a tagja, és hát amellett pedig ő az, aki karban tartja a taksonyi harangokat, itt a dunaharaszti harangokat, és amellett pedig hát innen Taksonynak a hírnevét öreg Béti bárhova megy, amikor toronyórát vagy harangokat fölállít, vagy javít, vagy bármi, és erre büszkék vagyunk, hogy a mi egyházközségeinkből megy, és aztán végzi ezt a nagyon értékes munkáját. Ide kerül majd az új számlap, ami egyelőre még a templom kertjében pihen. Az új mutatók a templom tornyának sarkában támaszkodnak. A
világháború idején lerobbantották a tornyot, amiatt, mert ugye ezt most láthattuk a mai napon, aki fenn volt a toronyból, hogy amikor levettük a számlapot, akkor nagyon messzire el lehet látni a templom toronyból, és azért, hogy az ellenség ne lásson el messzire, ezért lerobbantották a tornyot, és az az óra, ami addig ott működött, az tönkrement gyakorlatilag a templom toronnyal együtt. Arról az óráról azt kell tudni, hogy ez egy mechanikus óra volt, azt kézzel fel kellett húzni hetente egyszer, és akkor szépen működött. Ahhoz az órához nem tartozott harangjáték. Abban az időben még kézzel harangoztak. Miután minden csomó helyére került, az első számlapot útjára indították a templom tornya felé. Nem, leviszem a kaputára. Annak idején, amikor 44-ben sajnos elpusztult a templom, akkor az óra szerkezet is elpusztult. És hát azóta nagyon-nagyon sok évtized elmúlt, és csak egy lap mutatta, ami hárhol a mutatók nem mozdultak, lap mutatta, hogy valaha itt annak idején ugye toronyóra volt és működött. És ez azért mégiscsak a templomnak a külsőleg egy nagyon, nagy, nagyon szép dísze. És hát van praktikus része is, mert mutatja az időt. A imádságban el is mondtam, hogy egyrészt a pontosságra figyelmeztet az ember, fölnézve akkor, na még van 2 percem, 5 percem, hogy odaérjek, ahova kell. Meg aztán valahogy az idő múlását is jelzi. Tehát sok minden szimbolikát is bele lehet vinni, de leginkább praktikus, hogy mutatja az órát, és hogyha üt, ugye akkor az egy szín a városnak a szépségében, városnak a működésében, egy nagyon szép szín a toronyórának a működése, meg hogy üti az időt. Úgyhogy én nagyon örülök neki, és köszönöm mindazoknak, akik olyan sokat fáradoztak érte, hogy ez végül is megvalósuljon. Mióta dolgoztak ezeken a terveken, majd a megvalósításon? Körülbelül egy ilyen 3 hónapos munka, maga a tervezés. Ezt úgy kell érteni, hogy nem minden nap 3 hónapon keresztül, hanem ahogy kinek az ideje engedte. És maga a fizikai megvalósítás az durván egy ilyen 4 hét alatt készült el az elmúlt 4 hétben. Azt el kell mondjam, hogy nagyon sok ember segített ebben a munkában, és biztos vagyok benne, hogy bárki, akit megkeresek, segített volna benne, mert én úgy tartom, hogy ez egy jó cél volt, vagy jó cél, és akiket megkerestem, azok mind önzetlenül segítettek, ezt hozzá kell tennem. Nagy örömet okozott nekem, ahogy feltételezem a városunk minden lakójának, hogy egy ilyen új szerkezettel gyarapodtunk. A katolikus templomnak a tornya az egyik szimbóluma, tehát feltétlenül szükség volt arra, hogy ékesítsük egy ilyen valóban működő szerkezettel, mert több mint 44-ben robbantották le a templomtornyot, amikor megsemmisült a korábbi óra, amely az egész településnek mutatta az időt, és nagy szükség volt erre, hogy ezt pótoljuk. Ennyire, picit emelsz rajta, Dávid, picit emelsz. Tekerjük le! A
régi óra az 1,40 m x 1,40 m méretű volt, és a főútról is nehezen látható a számok összemosódtak, ezért nagyobb számlapot kellett válasszunk, ez 2 m x 2 m, annak érdekében, hogy látható legyen. Az óra azért színes és nem fekete-fehér, mert így jobban láthatóak a számok, illetve a mutatók jobban elkülönülnek egymástól a színek miatt. Annyit kell tudni az óráról, hogy mechanikusan működik az óra, elektromos vezérléssel és elektromos hajtással, tehát egy elektromechanikus óráról van szó. Készítettünk hozzá egy nem harangjátékot, hanem egy hangot gyakorlatilag, hogy minden negyed órában, fél órában, háromnegyed óra órakor a kis harang elüti az 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, illetve a nagy harang elüti az aktuális pontos időt, az órát. A hajnalban kezdődő munkálatok délután a harmadik számlap helyére emelésével folytatódtak. Fotóztam is, készítettem egy felvételt helyi televíziósokról, tehát megörökítettük az utókor számára, és gyakorlatilag nem fog majd a utódunk, aki a helyi utódáig nem fognak, akik a helytörténettel foglalkoznak, nem fognak úgy állni a dolog előtt, mint most mi a régi óra előtt, hogy alig találtunk forrásokat a régi órával kapcsolatban a megújításnál. Az óra tetszik a küllemében, mert látom rajta, hogy egyrészt a tradíciókhoz ragaszkodott a tervezője, ahogyan a korábbi, tehát a keresztény szimbólumok rajta vannak, a templomnak a színeivel harmonizál, a kék-piros belső díszítő festéshez illeszkedik az órának a számlapján megjelenő színek, a templom külső klinker színezéséhez illeszkedik a bízs szín, és elég nagy a mérete is ahhoz, hogy valóban messziről láthassuk a múló időt, de mégis úgy volt megalkotva, hogy a templom toronynak a méretezéséhez illeszkedjen, tehát akkor torony karcsúságát és kiemelkedését azt nem csökkentette azáltal, hogy picit nagyobb lett az eredetinél a mérete. Általában tetszett az embereknek, ezt a visszajelzést kaptam. Nagyon rosszul aludtam az elmúlt éjjel, mert nem tudtam jó magam sem, hogy az óra, amikor a helyére kerül, akkor majd hogyan néz ki. De úgy látom, hogy megállja a helyét, szerintem jó lesz. Bízom benne, hogy jó lesz.
Miután az utolsó számlap és a mutatók is a helyükre kerültek, az új óra szerkezeti beállítása vette kezdetét. Az orgona mellett nyíló ajtón keresztül a templom szűk lépcsőjén juthattunk a toronytérbe, ahol az új óra rangvezérlő egységét pontosították a szakemberek. Hajnalban elkezdett munka, sötétedés után fejeződött be. A templom esti világításánál láthattuk, ahogy az új toronyóra mutatói útjukra indulnak.